Jó napot kívánok! Felhívnám a figyelmét, hogy amennyiben egy időt alszik kint a strandterületén, akkor próbálja biztonságban helyezni a holmiait, vagyontárgyait próbálja szekrélyben elhelyezni, jó? A lopás megelőzése érdekében. Farkas Miklós főtörzsőrmesterét éppen egy vendég figyelmét hívja fel arra, hogy vigyázzon az értékeire, és lehetőleg ne hagyja őrizetlenül a csomagját. A strandrendőri szolgálat már több éve működik a Gyulai-várfürdőben, és a tapasztalatok azt mutatják, beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen szinte teljesen leredukálódott a lopások száma a fürdő területén. Bár a közelmúltban volt egy szekrényfeltörés sorozat, de hamar elfogták az elkövetőt. A szolgálat ellátása a strand teljes nyitvatartása alatt történik. A szolgálat minden nap reggel 8-tól este 8-ig zajlik, gyalogos szolgálatot látunk el a várfürdő területén, illetve a várfürdő környékén, a parkolók ellenőrzése, a gépjárművek ellenőrzése történik. A várfürdőben folyamatos gyalogos szolgálat ellátás van. A turistákat felhívjuk, hogy értékeikre vigyázzanak, ne hagyják itt őrizetlenül, ne csak törölközővel takarják le, hanem próbálják biztonságban helyezni, próbálják szekrényekben elhelyezni értéktárgyaikat, illetve felszoktuk hívni a lakosság, illetve a turisták figyelmét, hogy amennyiben többen jönnek ki, akkor egy valaki mindig maradjon a csomagoknál, cuccoknál, hogy el ne lopják ők azokat. A strandrendőri szolgálatot nagy megelégedéssel fogadják a fürdő vendégei, mert így nagyobb biztonságban tudják értékeiket. Hát mi jobban biztonságban érezzük magunkat, de a szegény rendőr 12 órát ebben melegben, az viszont nem biztos, hogy jól érzi magát. Hát ott merjük hagyni a cuccainkat, magyarul mondva, egy-egy hűvös helyen, mert hát borzasztó ez a hőség. Borzasztó ez a hőség. Hát hál' Istennek, hogy hát vannak. Már évek óta mi ide járunk, és azt hiszem minden évben láttunk rendőrt itten. Minden évben láttunk rendőrt. A korábbi évekhez hasonlóan idén is eltöltenek egy hónapot a fürdőben július közepétől augusztus közepéig romániai rendőrök, akikkel közösen fognak járőrözni a gyulai strandrendőrök.